Üdvözlök mindenkit, én Szolvik, azt láthatjátok a Dark Souls 2-nek a végjátszással. Folytatjuk és egyben befejezzük a harmadik DLC-t, ha minden jól alakul. És itt tényleg itt a ha minden jól alakulom van a hangsúly. Na, még mielőtt visszamennénk, előtte visszapakolgatunk gyűrűket. Megpedig kettő darab gyűrűre van szükségem, az egyik a kőgyűrű. A másik pedig mondjuk a mohó ezüst kígyó gyűrű plusz egy, hogy legyen sok lelkünk. Na. Hát akkor kész, illetve a varázslatokat hangolunk, mert varázslat hangolás az kell. Úgy. És szerintem ugye viszünk ugye Darkot, mert Dark az nagyon-nagyon kell. Tehát igazából annyira nem kell a Dark, de sokkal, tehát nagyon-nagyon megkönnyíti az életet. De hozzak még valamit. Hát hozok még egy lélekláncsát a biztonság kedvéért. Na, és akkor szépen visszamegyünk. Hát jó, visszamegyünk a nagy katedrálisba. Nem mutatom, hogy miről is van szó, mert most nem emlékszem, hogy az előző részben erről beszéltem-e. Van egy olyan érzésem, hogy beszéltem, de inkább akkor kétszer. Inkább akkor kétszer ezt játsszuk le. Mint hogy egyszer sem. Na, tehát ugye a lényeg, hogy a csontos király ugye megtalálta a sötétség gyermekét, aki odafönt található. Amúgy arról a sötétség gyermekéről nem sokat tudok, de állítólag meg lehet ölni. Állítólag íjjal. Én soha nem próbálkoztam vele, azt hiszem egyszer próbálkoztam, de egyik íjam se ért fel odáig, vagy nem tudom mi történt, de a lényeg, hogy nem nagyon sikerült megölnöm. Na, tehát a lényeg, hogy amúgy mehetnénk már itt a bosshoz, de eléggé szívós és eléggé nehézkes, főleg úgy, hogy kettő darab fázisból áll, és hogyha úgy matekozom, akkor ez egy 10 perces harc. Nekem. Tehát, hogy... És a 10 perces harcból 6 perc az első fázis, ahol a boss még meg se jelent. Tehát még nincs is jelent. Tehát... A lényeg, hogy egy ilyen PvP harcszerűséget képzeljétek el, az ő csontkirálynak a lovagjai, illetve én és az én lovagém, jelen esetben ugye egy. De nem csak még ez a probléma, más problémák is lesznek, úgyhogy nekem mindenképpen szükségem van minimum két másik ugyanilyen lovagra, de inkább összeszedjük mind a hármat, és akkor négy lovaggal mennék majd a Burnt Ivory Kinghez. No. De majd úgyis meglátjátok. Akit úgy érdekel, akit a boss harc érdekel, az úgyis majd a videó végére fog tekerni, vagy megnézi majd az összefoglalót. Na, de akkor ne húzzuk az időt. Most már biztos, hogy elmondtam, egyszer minimum, hogy mi is lesz a feladatunk a mostani idővel, úgyhogy nincs más sátra, mint hogy megkeressük akkor a három bónusz lovagot, illetve elmenjünk olyan helyekre, ahol még nem jártunk. No. Úgyhogy akkor vágunk is bele, ne is húzzuk akkor az időt, mert szerintem senki nem akarja, hogy az időt húzzam. Na, ugye itt meg ugye már voltunk, oda biztos, hogy nem menjünk többet még egyszer. Jó, váltok botot, és akkor elkezdjük szépen itt a jó népet. Édesanyád amúgy hogy van? Elkezdjük itt a jó népet cseszegetni. Na, ti nem akartok felállni? Köszönöm. Dologra. Úgy. Na. Akkor ezzel megvagyunk, vissza akkor a sötét gömbökre. És itt meg szépen elsúnyulunk el mögött. Őt nem szeretném behúzni, ővel már nem is kell amúgy foglalkozni, mert nem fogunk arra fele menni. Kapja az ívet rendesen. Ne! A francba. Mondjátok azt, hogy ez a kőgyűrű, ez egy nem egy OP dolog, de egy iszonyatosan jó dolog. És gondoljatok bele, hogy ez volt a legeslegelső gyűrű, amit megszereztünk. És azóta használjuk.
Oh, szevasz. Ajajaj. Nem vagyok hajlandó. Hát de leszek hajlandó. Egy-két varázslatot el fogod csékolni rá. Tok és fajtátokra. Na jó, akkor visszaváltunk. És ugye mivel elült a vihar, illetve nálam van Asa szeme. Hát ezt nem hiszem el. Te meg mi a büdös francot keresel itt már megint? Te nem voltál betervezve. Téged senki nem hívott ide. Nem hiszem el, most nézzétek meg, megint itt van ez a mocskos szánalmas. Igen, ide is jön a DLC-be. Nem miért ne jönne. De szerencsére utálod a Darkot. Én meg téged utállak. Nem, ilyet nem játszunk. Elmész innen a parkba. Köcsög. Na szóval, ott tartottunk, hogy... De azért kösz az emberi képmást, az human effigy-t. Tehát mivel nálam van... Megnézem. A papnő szeme, nem a szeme, a papnő szeme. Ezért látom a láthatatlant, ezért most már legalább látom ott a ma úriember. A hatalmas nagy pajzsával és az orbitálisan hatalmas nagy fargyával. Ez már be ezt az akrobata mutatványt, jó? Szeretnék haladni. Köszönöm. Na, 15 darab prizmakő. Illetve ott van még egy úriember. Egy nagyon-nagyon szimpatikus úriember, amit láthatjátok. Hát neki már kicsit kisebb a kardja. De annál játékosabb. Na. Köszönöm. Na, ez nagyon-nagyon rendes emberke volt. Na, aranybarzsam. Bátorharcosnak a lelke. És akkor... Jó, hogy van nálunk Farozzar. A francba! Nincs nálam Farozzar követ. Oké, ez ciki. Jó, mindegy, igazából a lényeg, hogy ott lesz egy tárgy, mégpedig egy kalap, mégpedig egy olyan kalap, amit hogyha felveszem, most nem fogom tudni megmondani, hogy mi a neve annak a kalapnak. Felveszed azt a kalapot, akkor azt a különleges képességet adja neked, hogy hogyha íjász vagy és íjászkodsz, akkor messzebbre tudsz lőni az íjakkal. Ezt a cikit. Csinálom Farozzar követ. Jó, majd megpróbálok az utolsó részben... amúgy közben Elizabeth gomba, és közben jönni fog itt... Aha, gondoltam. Tehát majd megpróbálok az utolsó részben, tehát ezután majd egy ilyen összefoglaló részt csinálni, hogy amiket kihagytunk, azokat így összekapordni. Mert például ugye a hagymalóvagnak a szettje sincsen... Várjátok... Igen, erre megyünk. Tehát például a hagymalovagnak a szettje sincs meg teljesen, mert azokat is elhagytam. Nem akarok veled szórakozni, úgyhogy inkább dögölj meg, jó? Meg egy csomó tárgy, ami azért lehet, hogy fontos lenne, meg lehet egy-két embert érdekelne. Na mindegy, a lényeg, hogy akkor mi most szépen jövünk erre, mert erre még úgyse jártunk. Azt akkor megpróbálok ide a szélére jönni, és akkor úgy lövöldözni bizonyos emberkékre. Édesanyád, neked amúgy hogy van? Oda már lőnek.
Jaj, kutyik ugye nem. Ugye most nem busztam be a kutyákat. Nem, akkor ezeket gyorsan elintézem, mert... lehet, hogy képesek arra, hogy így mögém somfordáljanak, miközben éppen harcolok, és nem tudom, hogy mikor érnének ide. Úgyhogy inkább nem. No. Hello? Azt hiszem, igen, itt nincs semmi. Igen, a következő párkányon lesz majd egy úriember, amúgy papok csengőjét kaptuk, 28-asat, akinek esetleg nem lenne. De én amúgy sem fogom én ezt használni. Nem fogok ezekre darkot használni, mert ezek igazából annyira nem számottevők, mint az ellenfelek. Ezeket szépen lassan el lehet intézgetni. No de... nem akarsz megmozdulni? Az a helyzet, hogyha én azt ott be tudnám lokkolni, akkor lennék nagyon-nagyon boldog, de nem is kell belokkolnom, mert közben jön az úriember. A szimpatikus úriember. Hoppá! Ezért utálom, amikor ilyen nagy botom van. Mert ellövök fölötte. Jó, legyen Estus. Legyen inkább Estus. Jól nőszem, akkor itt ezen a parkányon nincs is semmi. Vagy erkélyen. Nevezzük inkább erkének, igen, az talán jobb megfogalmazása lenne a történésnek. Pedig a plusz egyes van berakva, akkor nem értem, miért vagyok ennyire lassú. Miért kasztolok ennyire lassan. Na, jaj, igen. Shortcutot kinyitjuk. Illetve tárgyat felvesszük. Elizabeth gombáját, 2 darabot. És akkor shortcutot kinyitom. Nem fogok kilépni, csak ugye kinézünk, így kikukucskálunk. Hogy lássátok, ott van ama úriember, ott futottam el hátul mögötte, úgyhogy ha esetlegesen meghalnék, akkor a másik bonfire-től. Vagy igazából attól bonfire-t is lefuthatok, aztán akkor tisztára királyságosság a dolog. De egyik az, mert nem tudnak bejönni az ajtón, jól emlékszem, mert túl nagy. A másik az, hogyha be is tudna jönni, akkor nem igazán tud létrát mászni. Kivéve akkor, hogyha ide lepottyan, de akkor arra meg rá fog szívni. Hát ez eléggé fájdalmas lesz a számára, és... jó, nyomjunk el egy életkövet inkább. Illetve váltsunk át a Dark... ja nem, én nem tudok botot váltani. De most már tudok. Nem, itt nekem nem fogsz ugrálni. Jó. Nézzük csak, na a következő történést fogjuk csinálni. A problématika az... hogyha én ezen a létrán lemegyek, sőt, igazából meg is mutatom, hogy mi is a probléma forrása. Szerintem most már látjátok. Úgyhogy arrafele én most biztos, hogy nem megyek. Az százas. Használni fogunk. Megvan nekem a macska lábbeli? Nincs meg a macska lábbeli. Megvan nekem a macska gyűrű. A cica. Megvan a cica. Jó. Csökkenti ugye a... sérülést, hogyha zuhansz. Úgyhogy ebbe a zuhanásba elvileg így most már nem fog belehalni. Bár ebben sose vagyok annyira biztos. Na jó, menjünk, aztán majd kiderül. Az anyád. A pofátlan formádat. De szemét. Jó. Cica gyűrű csere vissza. Vagy hát cicát cserélünk kígyóra. Közben tárgy ellenállás gyűrű. Hát gondolom a nevéből kitaláltátok, hogy mit csinál. Elvileg megnöveli az ellenállásokat. Ügyesség varázs, élet, klorátus, harmadik acél varázskart. Láng, villám, méregkarapó erősített hamú elosztató, nem, de itt. Megnöveli a méregvérzés, átok és kövévállás ellenállást. Egy védelmező gyűrű, amiben 4 áldott drágokja van, megnöveli viselőnek a méregvérzés kövé
Válás és átok ellenállását. Olafis elveszett földjérő származó készítmény nagyon retteget attól a varázslótól, aki ezt készítette, mivel oly erős volt. Ja, már igazából ez a kettő az ilyen ikertesó gyűrű. No. Akkor... Mert szimpatikus úriembert, akkor intézzük el. Fogyott a stamina. Tehát te most megdög lesz. Köszönöm a részvételt és a kedvességed. No. Akkor váltunk. Nézzétek, hogy mi a probléma. Kutyák, igen, ott van egy, a bontott a fejem bubjana, ott van kettő, és higgyétek el, van ott még egy harmadik is. Úgyhogy ezt úgy számoljátok, de nem csak az a probléma. A probléma majd a következő lesz. Mhm, igen. Úgyhogy én nem. Én szépen ide visszajövök, úgyhogy... És foglalk meg nem lebukdácsolni. És innen amelyik kutyát eltalálnám... Azokat szépen elintézzük. Úgy. Glass Cannon Sorcerer, most gondoljátok, hogy le fogok velük állni harcolni? Nem. Nem vagyok hülye. Kuszi? Kutyi? Ahó. Jó, hanem akkor nem. Na nézzük ebbe a ládikába mi van. Hervad szürke növény, sőt három darab. Na, Isten királyság. Akkor szépen haladhatunk tovább. Na most kéne nagyon-nagyon ügyesnek lenni. Koszos dög. Na, nem úgy szeretem a kutyákat. Kivéve a Dark Souls-ban. Dark Souls-ban utálom a kutyákat. Mert ott nem kedvesek, nem aranyosak, nem. Ott agresszívek. Na, ott található a ma épületben, a ma toronyban az első lovagunk, de előtte shortcut. Előtte shortcutot nyitunk. Mivel lesz kettő darab problémám ott. Nyíki ajtó. Fantasztikus, itt is vagyunk. Itt szedtük ugye fel azt a papnő, ama papnőnek ugye a szemét, amivel láthatjuk végre a láthatatlant. És targetelni tudjuk a targetelhetetlent. Na. Donna, a kitaszított boszorkány nevű sötét lélek megszállta a világomat. Ő igen egy beépített invader, úgyhogy ő mindig itt lesz. Na ugye, mi a különbség a rendes varázslat és a dark között? Ugye, hogy nem ér el idáig? Ugye? De én elérek odáig. Az anyádat. Donna, ne csináld már, jó? Mellé. Nem fog közelebb menni, mert mint láthatjátok, ott van egy szimpatikus uri. Most komolyan, van? Pofád varázsolni egy olyat, hogy ne varázsoljak? Jó. Aj, addig nyújtózkodok egyet, jó? Ó, ja, hogy közelebb jöttél? Oké. Jó, mindjárt lejár ez a varázslat. Nem fogok közelebb menni, nem, csak azért se.
ezt szépen kivárjuk. Sőt, tudod mit? Hátrébb jövök. Úgy, úgy, gyere csak, cic. Úgy, úgy, gyere. Gyere csak, gyere. Mennyi életerőd van? A mocskosolt anyádat! Oké. Jól van. Jó. Nem vagyok ideges, nem kell aggódni, srácok, lányok. Itt én is tudok. Meg szerencsére kinyitottam a shortcutot. Jó. Dárkozni akarsz? Jó van, Donna. Oké. Akkor dárkozzunk. Te is dárkozol, én is dárkozok, jó. Innentől kezdve. Na várjál. Mert nem kéne lebukdácsolni, mert azért mégiscsak sok... Ja, másik oldalról. Tehát mégiscsak sok lelkem van ott. Az minimum egy szintlépésnyi lélek. Mennyiség. Úgyhogy akkor Dark Sorcerer. Donna Bella. Tudod mit? Megkapod a lélekláncsákat itt így az elején. Mondjuk te se vagy egy normális boszorkány, mert... Ezt a buzi varázslatodat fejezd már be! Iszonyatosan idegesítő. Na meg oda, amikor közelébe, akkor meg benyomja a lélekláncsát, vagy a... sötét masszát. Annyira utállak, de tényleg. És tényleg, ezt fogjuk játszani 80 évig? Mert nem vagy hajlandó normálisan varázsolgatni? Tényleg ilyen mocskos módszerekhez kell folyamodni? Na jó. Mit nem fog dárkozni. Amint tudok varázsolni, szépen elkezdelek sorozni. Négy. Nem mész sehova. Azt most felejted el. Köcsög. Na, hát akkor ezzel meg vagyunk. Amúgy, nem tudom, közelharcival azért kicsit könnyebb a helyzet. Így varázslóként, amikor ezeket a buziságokat csinálja, ez eléggé undorító, én szerintem. Na cső. És itt van bent az egyik lovagunk. Ki kell nyitni és odaállni elé. Üdvözöllek, dicső lovag. Szép a ruhád, hol a lovad? Egy Ilium Lois lovag keresi a káosz. Na, úgyhogy most már kettő darab lovagom van. Úgyhogy most
Ha úgy nézzük, akkor a fele már megvan, a másik felét akkor meg elvegyünk, azt megkeressük. De előtte visszamegyünk Majulába, szintet lépek. Már 47 000 lélekkel nem fog itt futkorászni, az is biztos. Úgyhogy igazából itt ez a terület, ez itt már kész, ez itt akkor ki van pucolva. Teljes mértékben. És akkor, ugye visszamegyünk ide, ebbe a... Hát minek nevezzelek? A híd alatti részre. Mert ott is voltak bizonyos dolgok, amik ugye be voltak fagyva, úgyhogy meg bizonyos utak ugye el voltak zárva a fagy által. De most már nyitva vannak, úgyhogy nyugodtan tudunk ott játszadozni. Sem lesz egyszerű, higgyétek el. Úgyhogy lehet, hogy be kell raknom egy bónuszbotot. No, akkor szint lépés. Fantasztikus. Na már csak 2 szintet kéne lépnem, és akkor 60-os lenne a darkom is. Na, és akkor szépen megyünk vissza. Ja. Basszus, mindegy. Ne mondjatok semmit, jó? Már benne van a kezemben az, hogy leülök, akkor egyből vissza, de nem. Na. A belső fal, igen, na. Akkor jövünk a belső falra. Legalábbis a belső fal alá, illetve benne fogunk harcilászni. És én be fogok tenni egy bónuszbotot. De csak azért, hogy fizikálisan tudjak majd támadni bizonyos dolgokat. Na, végülis a varázsló botja plusz 10-es, az bőven jó lesz. No. Jó, akkor induljunk neki. Elsőként veled kezdem itt a történést. Szia. Na, veled majd egy kicsit később, de oda is fel fogunk menni. Jó, nem ez a bot kell. Na, mindjárt mutatom, hogy ott vannak ezek a gólemek. Na most azok a gólemek, hogyha közelebb mész hozzá, akkor nem csinálnak egyelőre semmit. Ahhoz, hogy azok a gólemek úgymond agresszívak legyenek, ahhoz szükség van valamire. És látjátok, hogy lehet azt a gólemet támadni. De az lenne a legjobb, hogyha visszább jönne az a varázsló. Imádom, amikor ilyen hülyeségekkel kell cseszni az időt. Jó, mindjárt meghal, és akkor látni fogjátok, hogy mi történik. Na, meghalt, és a lélek beleszállt a gólembe. Jajjajjajj, probléma. Hello! Na, ezekre a gólemekre mit kell tudni? Hát eléggé lomhák, viszont kiszöntösen nagyot ütnek. Úgyhogy ne nagyon várjátok meg. De 3840 lelket adnak. De majd mindjárt mutatok egy módszert, amivel fantasztikus módon el lehet őket intézni. Mindenféle fejfájás nélkül. De előtte. Előtte takarítási folyamatok vannak. Érvényben. Egy. Cső. Cső. Jó, azt megpróbálom kihúzni. Hogy lősz át a falon? Jaj, téged senki nem hívott ide egyelőre még. Az anyád.
akkor ugye innen. Senki nem hívott ebbe a buliba egyelőre. De azért köszönöm a borostyán gyógynövényt. Nagyon rendes volt. Tőled. Na szóval. Ide, 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 gyere. Nagyon jó. Nagyon ügyes lélek. Na, hogy lehet ezeket a gólemeket fájfájás nélkül elintézni? Mutatom. Így. Szépen odamész, aztán szétcsapkodod. Jól, hogyha nincs benne lélek, akkor nem mozdul meg, nem bánt, nem agresszív, semmi. Viszont amúgy is, tehát élőlény, élőlénynek élőlény, és van benne lélekmennyiség, de nincs annyi lélekmennyiség benne, amivel tudna mozogni. Négy. Na, srácok, lányok, akkor jöjjön a következő történés, mert ugye az egyik láda az mimik. Melyik a mimik láda? Pontosan a baloldali. Nagyon ügyesek vagytok. Ez benézted. Na, szia. A kapzsiság szimbóluma. Páncél? A kapzsiság szimbóluma. Na most ez így nem vág ez. Most gyorsan ezt megnézem, de... nem nagyon... van előttem ez a kapzsiság szimbóluma. Ja de a mimik fej! Fejfedő, ami azon fukar lényeket hivatott képviselni, amik kincses ládákat próbálnak imitálni. Megnöveli a lélek elnyelését. Igen, megnöveli a lélek elnyelését és a tárgyak felfedezését, de folyamatosan csökkenti az életerőt. Van egy érdekes történet egy ősi javíthatatlan és mohó istenségről. Egyértelmű, hogy ennek van valami értéke, pár semmire kellőnél, vagy különben sose készült volna el. Fölveszed a fejedre, és akkor több lelket, illetve nagyobb lesz a tárgyfelfedezési képességed, viszont folyamatosan zabálja a fejedet, úgyhogy csökken az életerőd, olyan, mintha ilyen méreg lenne rajtad. Csillogó titanit, megkörsel sárkánycsont, mind a kettőből 3-3 darab be. Na, és akkor szépen haladjunk fölfelé, mert takarítási... ez mi az anyád volt? Na mindegy. Mert takarítási folyamatokat ugye továbbra is csináljuk. No, itt az lenne a lényeg, hogy mivel itt 3 darab rohadt nagy gólem van, azért próbáljuk meg ezeket az úriembereket lehívni. Hát azért ne ennyire. Az anyádat. Dögölj már meg! Köszönöm! Miért osztassam a támadni? Köszönöm! Köszönöm a kedvességedet! Te szemét láda! Na! Akkor haladjunk! Tovább, és hát eme Csajszit kéne úgy megölni, hogy ezek a gólemek ne kapják meg a lelkét. Úgyhogy Csajszikám, mit szólnál, hogyha hát helyeznénk ezt a harcot egy következő szintre? Úgy. Annyira jó.
Na, és akkor kezdjünk is neki. Na, itt van három darab gólem. Na most mit kell tudni még a gólemekről? Tehát, hogyha az egyiket, tehát, na, ezt felérzem, ha most itt az egyiket szétütöm 100%-osra és meghal, akkor az a lélekmennyiség, az a 3840 lélekmennyiség, az nem hozzám kerül, hanem a mellette lévőbe. Úgyhogy nagyon-nagyon okosan csináljátok. A következőt szoktam én csinálni. Mindjárt mutatom. Hogy leviszem az életerejüket addig a pontig, amíg olyan mondjuk egy-két ütés. De hát olyan, tehát mit tudom, olyan 100 HP maradjon bennük. Nagyjából. Jó. Ó, jó, ez már kész. Ez már bőven elegendő. Most úgy kéne ütnem, hogy a másikat ennek találja megtesse. Legalábbis ott a jobb szélsőt. Mert ezek itt pont, hogy fognak egy ládát. És ebben a ládában van egy tök érdekes fegyver. Egy kart, hogyha jól emlékszem. Aminek az a különleges képessége, tudom, hogy veszélyben van a bot. Hát akkor váltsunk. Egy másik botra. Ne, van másik! Tehát az a különleges képessége annak a kardnak, hogy eléggé furcsa módon skálázódik. Jól tudom, akkor az egyedüli olyan fegyver... Jó! Az egyedüli olyan fegyver a Dark Souls 2 játék világában, ami... New Game Plus-szal skálázódik. Minél nagyobb New Game Plus-ba vagy, annál erősebbé válik a makard. Tehát az egyedüli olyan fegyver, ami érzékeli a New Game Plus-t. Minél magasabb, annál jobban skálázódik. Úgyhogy érdekes fegyver, tehát aki New Game plusz-plusz-pluszokon van és ilyen kardos emberke, annak érdemes ezt a kardot. De, na, tehát a lényeg, hogy érdemes New Game-en, tehát ilyen állapotban megszerezni ezt a kardot, mert hogyha nem szerezed meg, átmész New Game plusz-ra, tehát megemeled New Game plusz-ra a játékot, az anyádat. Tehát megemel egy New Game Plus-ra a játékot, és New Game Plus-on szerzed meg, akkor értelemszerűen onnantól kezdve fog skálázódni, és gyengébb lesz. Tehát minél előbb szerzed meg ezt a kardot, és utána átlépsz New Game Plus-ra, annál jobban fog skálázódni. Remélem értető, amit mondok. Na. És akkor... Jó, most két lövés volt, de mindegy. A lényeg, hogy láttátok, hogy mi is itt a tényállás. Na nézzük akkor meg ezt a kardot. Ezt a eme fegyvert. Eme csodálatos fegyvert. Hajlított Nil nagy kard. Keressük is meg. Na nézzük. Hajlított Nil nagy kard. Egy hajlított... Na, egy nagy hajlított kard baljós pengével egyik a csontos király által elzárt tiltott fegyvereknek, kőből, fából és egy elég különleges lélekből lett megformálva. Azt beszélték, hogy minél messzebbre utazott használója, annál halálosabbá vált a pengéje. Szóval utalás arra, hogy minél messzebbre utaztál, tehát minél magasabb New Game Plus-ban vagy, ez annál erősebbé válik. És... Látok, nem itt nézzük meg. Nem mondjuk itt. Hogy mik az értékei. Igen, 28. Valamúgy, tehát erővel nagyon szépen skálázódik, és 207 az alapsebzése. És ha jól emlékszem, akkor plusz 5-ösig fel lehet húzni. Mondjuk annyira most nem vagyok benne biztos, hogy ezt a fegyvert lehet-e fejleszteni. De jól emlékszem, akkor lehet. Azt hiszem plusz 5-ösig csillogó titanitokkal. Hát próbáljátok ki, aztán majd kiderül. Na, akkor haladjunk szépen. Na, én ide szépen beállok, és hogyha minden jól alakul, akkor ez a szimpatikus úriember, igen, az ide jön hozzám. De ne forduljál vissza. Ne legyél nyuszi. Nyuszi vagy, McFly.
Igen, mert ott van két gólem is, úgyhogy nem nagyon szeretném, hogyha a lelkeddel felkeltelénd az érdeklődésüket. Fantasztifikális. Úgy-úgy, nagyon-nagyon ügyes vagy. Várjál, mert... Nem. Egy. Kettő. Három. Négy, oké, és most gyere utánam. Halló. Gyere már utánam. Hát akkor ne. Jó, addig kinyitom. Egyszer majd csak utánam jön. Üdvözöllek, dicső lovak, szép a ruhád, hol a lovad? Királyság. Egy Illium lovas lovak keresi a káoszt. Te meg gyere már ide! Akkor csezd meg, jó? Mindegy, addig fölmegyek, aztán kinyitom a shortcutot. Ha már csak egyetlen egy lovag van hátra, akit meg kellene nékünk találni. Jó, shortcut. És akkor tudjátok, hogy hol vagyunk. Itt küzdöttünk meg az első macskával. Jó, na megyek vissza. Ide méltóztattál jönni? Tehát méltóztattál elsomfordálni idáig? És nem valami. Nem jött erre. Jó. De hogyha most belemegy az egyik gólemba a lelked. Hogy rohadjál meg? Uaj! Ezt nem így terveztem. Remélem tudjátok, srácok, lányok. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy lomha? Na nem mindig. Na jó, nem húzom az időtöket. Láttátok nagyon szépen jól, hogy hogyan lehet ezeket legyőzni. Ez most szépen itt marad. Aki szeretné, az nyugodtan csapkodja, vagy így úgy amúgy, de én most egyelőre hagyjuk. Egyelőre szeretném most béké hagyni. Na, lángpillangó plusz 3, illetve még nem fejeztük be itt a területet, mert itt van valahol egy titkos fal, pontosan itt. És kell nekem egy... cica gyűrű. Ismételten, mert ez eléggé fájdalmas, egy pottyanás lesz. Jó. Arra megyünk majd. Majdon. De előtte a cica gyűrű vissza. Vagy hát a francokat, a kígyó gyűrű vissza. Hello, hello. Az anyádat, miért, de miért lövök föl? Miért lövök el a feje fölött? Hát lépcsőn jön lefele. Dark Souls, légy hüves. Nem azért, de benn van a kőgyűrű. Azt úgy vedd már figyelembe, hogy minden második lövésnél meg kéne, hogy akadjál. Köszönöm. No. Itt voltunk ugye lent az előbb. Amúgy innen is lehet sniperezni ezeket az idiótákat, hogyha valaki nagyon-nagyon szeretné. Tűzkarom gyűrű. Ha jól emlékszem, akkor ezek szerint megvan az összes ilyen karomgyűrűm. De mindjárt megnézzük, mert ugye... Igen, van a varázslat karomgyűrű, van a villámló, van a tűzkarom, illetve van a sötét. Ugye az egyik, ez a sötétet növeli, ez a tüzet, ez a villámokat, ez pedig ugye a mágiát növeli. Na, akkor megvan az összes karomgyűrű. Királyság. Úgyhogy most már bármit, szinte bármit tudok belőle készíteni. Ajajaj, ez itt így kicsit necces lesz. Főleg úgy, hogy a targetlock se segít. Így áll.
Így álba vagyok, mert meg döglünk meg. No. Te nem iszol. Te vezet. Itt nekem te nem fogsz inni. Nem mocsadék. Hát hogy merészelsz inni? Munkaidőben? Helyes. Én is így gondoltam. Menjél, kukucs. Azt hittem legalább méltóztasz lepottyanni. Na, ragyogó életkő. Oda. Hát most meg nem mondom, hogy a jutunk át. Meg egyáltalán érdemes, hogy átmenni? Most nem nagyon emlékszem, de azt hiszem nem. Azt hiszem az ott semmi. Ott a túloldalt. Ott az a rész. Aj, megint cica gyűrű kellene. De előtte ezt jól meg kéne büntetni. Van az a szög. Hát ez pont nem az a szög. Ez az a szög. De miért mozgat... Jó, nem mondta csak. Amúgy, hogyha nagyon-nagyon gyors lennék és ügyes lennék, akkor vissza tudnám rakni az ezüst kígyó gyűrűt időben, és akkor megkapnám azt a bónusz lélek mennyiséget, amit dob. De mindegy. Na, a lényeg, hogy körbe mentünk, meg van itt akkor minden, és akkor ebben van egy ikerfejű nagy íj. Ami állítólag eléggé OP. Tehát aki íjász karaktert szokott húzni, annak... Hát feled meg, mi történt. Tehát aki íjász karaktert húz, annak állítólag jó ez az íj. Én nem tudom, biztosan. Jöjjetek, itt nézzük meg, ne beszéljünk itt a habokba, meg itt a fellegekbe. Itt vannak az íjaim. Villámló, rövid, hosszú, harangozó, vadászok, fekete, alon nagy íj, megszállt páncél, ikerfejű nagy íj. Mondjuk szép a skálázódása, azt nézzétek, erővel. A 45-ös erő, nem jó, mondjuk 45-ös erőke. Álti csontból készült nagy íj, a jó megmunkál... ...ságából arra lehet következtetni, hogy ez valószínűleg Lanafirből származik. A szokatlan dizájnja szertartási felhasználásra utalhat, de az is valószínű, hogy egy egyszerűen azért ilyen, hogy megrémiszte az ellenfeleit. Lehetséges. Mennyi kell a szintlépéshez? Ez... Nem hangzik annyira jól, na mindegy. Mindegy, engedjük el. Menjünk akkor az utolsó lovak felé. Én akkor a mondó vagyok. Na jó hosszú rész lesz ez, az biztos. Bár hogyha gyorsan megtalálom az utolsó lovagot és minden jól alakul. Viszlát. Most egy kicsit speedrun fogok tolni, mert ezekkel nem akarok még egyszer harcolászni. Mert nem akarom húzni az időt. Amúgy is láttátok az előző részből, aki még nem látta, az meg nézze meg. Kíváncsi rá, hogy hogyan kell ezeket legyőzni, Glasscannon Sorcererként. Úgyhogy ennyi. Bármit nem, mert szerintem nem az előző részben öltem meg őket, hanem az előző előtt, tudom. Cső. Mondom, cső. Találjátok ki a hülyeséget. Köszönöm. Na, és mivel ugye nincsen vihar, ezért láthatjátok itt ez a torony, most már nincsen befagyva, úgyhogy szépen ide befutunk. Így. És lemegyünk. Szevasztok! Na, itt újfajta ellenfelek lesznek. Hát lesz egy ismerős is majd, igen. De a lényeg, hogy itt... Nem ez kell, hanem ez. Lesznek ilyen hónyuszik. Tüskés hónyuszik, hogy pontos legyek. Na, csinálod? Jó.
ha nem csinálta. Bízzunk benne, hogy nem is fogja csinálni. Ezek ilyen Sonic a sündisznó szindrómában szenvedő nyulak. Szeretnek bepörögni, és a tüskével meg halára szulkálnak. Érdemes őket így észrevenni így a sarkokból. Tudnak meglepetést okozni. Tüskés hátonyulak. Ja. És nem sokára kapni fogunk egy invadert, egy beépített invadert. De amíg az invader megérkezik. Pontosan ő az. Rontó Nikolaj nevű sötét lélek. Jött ezt megszállta a világomat. Szevasz Nikolaj. Au. Au. Ez nagyon au volt. Hát jó, akkor is ismét speedrun. Nem jó, hogy jött a staminam. Jó, az a mellé ment. Oké. Megyünk szépen erre. Én meg akartam volna nézni, hogy rontja mikor... Meg akartam volna nézni, hogy Mr. Nikolajnak mekkorát sebzek Darkkal. Ó, hogy én állat. Nem hagytam a liftet. Bene, gyere. Ott kimaradsz. Úgy szépen menjetek vissza a helyetekre. Igen, nem küldtem vissza a liftet. Jó, hát nem számítottam rá, na, hogy meghalok, na. Ezt elkalkuláltam. Na, jó, mindegy, megölöm itt a hónyuszikat. Tüskés hát a hónyulakat. Akkor visszaküldöm a liftet, hogyha ne esetlegesen. Megint megmurdelnék. Mert ezek szerint megmurdelhetek. Jó, köszönöm, húzuszik. Jó, pedig szépen menjél fel. Hát akkor követtünk mindent. Nem ez a szög, ez az a szög. Hú, most aztán most nagyon megijedtem, hogy na most rám pörög, az végem van. Az a gond, egyszer találnak, akkor végem. Köszönöm, nyuszikám. Na, hol vagy te? Azaz, gyere csak. Beszéljük ezt meg, hogy ez hogy volt az előbb, jó? Tehát, hogy te mióta vagy ennyire kemény? Mr. Nikolaj? Hát az hova lövöd, te észlén? Éleled magad. Azokon sokat nem tudok kellene tenni. De hogy lőttök át a falon? Valaki magyarázzon már el nekem. Mert megint, hogy lősz át a falon? Az oszlopom meg a mindenen? Hogy találod már ki ezeket a hülyeségeket? Szédülje csak meg fele. Uff.
kicsit mázli volt. No. Kérem a jutalmamat, köszönöm. Hát ezt a nyuszikát ezt elintézzük. Még egyszer. Nem szeretnék magamnak meglepetéseket. Így is elég sokszor lepődök meg hülyeségeken. Ezek meg ismerősek lehetnek a Dark Larker részből. Na, ez az a varázslat, aminek az értelmét sose értettem. Hogy ez így mit célt szolgált. Hol nyusz itt? Target lock, üdvöld. Itt is van egy hónuszi. Meg egy tárgy. Sőt, 5 borostyán gyógynövény. Hú, az anyád. Jó, meg jön még egy. Na, nyuszika, eljössz? Úgy, gyere csak. Nagyon jó. Te lövöldözöl onnan föntről? Szerencsé nagy a mági ellenállásom. Találj már el! Légy oly kedves. Na, elmegyünk és akkor megszerezzük az utolsó bonfire-t. Amit meg lehet szerezni a DLC-ben. Közben ezt a ládát kinyitom. Aztán visszamegyünk Majulába, elköltöm ezt az 51.000 lelket. Csapáskő. Hú, 3 darab csapáskő, az tök jó. Igen, jól halljátok, itt van bent valaki. Egy iszonyatosan nagy szemétláda. Amúgy. Ó, itt még van még egy tárgy. Ez vajon mi lehet? Ó, 2 darab varázskő. Királyság. No. Hello, bonfire. Irány akkor vissza Majula. Hú, de hosszú rész lesz ez. Lehet, hogy 2 részletbe kellett volna ezt megcsinálni, na mindegy. Nem baj, megoldjuk. Na és már csak egy szintet kell lépni, és akkor teljesen jó lesz a Darkom. No. Akkor visszamegyünk a... Mi is ennek a neve? Alsóbb helyőrség. No. Itt lesz egy mocsadék. Egy igazi seggfej, de tényleg. Tehát, hogy így nem is értem, hogy ez így hogy került ide ebbe a játékba. Jó, ezekkel most nem foglalkozunk, jó? Inkább megmutatom, hogy kiről van szó. Róla. Tehát alapesetben ő nem támad. Csak mutogat meg minden. Na most az a helyzet, hogyha én elmegyek arra fele, akkor ott lesz egy kar, amit meg kell nekem húzni, hogy kinyíljon a kapu és tovább tudjunk menni. De ez a mocsadék, ez meg azt fogja csinálni, hogy mögém jön és backstab-el egy jó nagyot. Ha nem sikerül neki a backstab, illetve leverem a HP-ját jó alacsonyra, akkor meg az történik, hogy elkezd össze-vissza futkorászni mindenféle... Téged ki a tököm hívott ide? Éppen magyarázok! Tehát, hogyha lemegy a HP egy alacsony szint alá, akkor meg elkezd össze-vissza futkározni, mindenkit behúz. És ja. Úgyhogy próbáljuk meg most itt elintézni. Meddig van rá lehetőség. Az menekülj csak. Jó, most belépett, úgyhogy most meg tudom húzni a kart anélkül, hogy jönne és meglepetést okozna. Elvileg ott van lent. Na, hát akkor én meg pottyanok. És megyek, és letajom úgy, ahogy van, nem érdekelsz.
Itt is szokottam úgy mocsadékoskodni, tehát remélem, hogy nem fog utánam jönni, mert ha utánam jön, fú. Hát akkor szét fogom ütni a fejét. Na, és akkor egy régi ismerőssel... És nem, és nézd meg, és jön utánam, és igen, és jön utánam, és pont akkor jössz, pont akkor érkezel, amikor ott jön a mocskos mohó démon, vagy mi a tököm volt a neve. Nyugodtan, nyugodtan. Jaj! Nem, nem. Menj el innen! Még mutogat is. De nem baj, itt van a kapu, innentől kezdve nem fogok vele foglalkozni. Nem, amúgy tényleg egy nagy mocsadék, tehát varázslóként iszonyatosan sokat szoktam vele szívni, amíg nagy nehezen megölöm, de én most nem akarok vele szívni, nekem most elegem van belőle. Szép volt, jó volt, elég is volt. Fasza, nagyon jó, nagyon ügyes vagy, Covi, nagyon jó. Úrzaz, most húzzál be szépen mindenkit. Nagyon ügyes vagy. Na, Hónyuszi, szerintem ezt beszéljük meg, jó? Te szépen menj vissza a helyedre, úgy. Nagyon jó. És akkor ezt így le is zártuk itt ezt a történetet. Köszönöm szépen. Na, mindenképpen erre kell amúgy jönnünk. Mondjuk nem muszáj ezzel harcolni. De mivel kiúszta a gyufát, ezért most már csak azért is. Ne kérdezzetek semmit, jó? Meg ne is mondjatok semmit. Az épp, hogy csak túléltem kategória. Hát ez sokkal masszívabb, mint az alap játékban való rokona. Az ugye már biztos. Hát ugye fel szeretném venni itt a cuccokat. Ja, meg ez köpköd. Azt hiszem az alap démon is ezt csinálta, csak azt hiszem az izét csinált. Azt hiszem mérget köpköd. Ez meg, ha jól tudom, akkor ilyen dark tűz. Na támadjál már. Támad a farkincájával. Meg közben akkor elintézem. Na. Csillogó titan itt. Hatalmas bot. Plusz 8-as. Csontos harcos gyűrű. Az meg mi lehet? Csontos harcos gyűrű. A támadások csökkentik az ellenfél állóképességét. Ó! Akkor majdnem ugyanaz, mint a kőgyűrű. Nem. Mert azt a tartást csökkenti. Nem. Jól hangzik amúgy, jól hangzik az a gyűrű. Látok benne fantáziát, hogy az ember hordja. Száraz gyökér. Ó, vizecske, amivel visszakapom az életerőmet és a varázslataim számát, illetve sejmes kövecskék. Itt pedig lesznek nyuszik. Ajá. Itt csak ésszel.
Jaj! A szívem megáll. Ez de közel volt. De legalább human effigy-t dobhatnak. Mondjuk tény és valós Shrine of Amanában a víz alatt lévő csillámpóni izék szörnyek. Csillámpóni vízi hullák adják a legjobban a human effigy-t. Tehát hogyha az ember akar farmolni, tehát úgy, hogy közben ölni szeretne, akkor azokat érdemes farmolni, mert azok nagyon szépen ők dobják a legjobban. Ők dobják a legnagyobb százalékos eséllyel. Vagy hát ugye vannak alternatív megoldások is. Na. Közben ugye kinyitottunk egy shortcutot, úgyhogy ha meghalnék, ami elő szokott fordulni, igen, akkor nem kell ismételten végigfutnom a barlang rendszeren. Egy kis fejfájást megelőzve. Eme. Gólemet. Elintézzük. Mert mi láthatjátok, sok hónyuszi van itt, meg van egy olyan gólem is, akinek alapból már... ki alapból már rendelkezik lélekkel. Ő is egy kicsit majd fejfájást fog okozni. De megpróbálom előtte úgy csinálni, hogy a nyuszikat. Jó, igen, a kőgyűrű hatására megrándult a gólemünk. Megy. Na, és még jó varázslat is van berakva. Na most egy probléma az, igen, ez az. Oké, gyere csak. Most jön a dodzsolás művészete. Egy nyuszi. Két nyuszi. Amúgy ne kérdezzétek, hogy arra fele mi van, fogalmam sincs. Majd lesz egy jó kis kilátás a helyre. Nyuszi! Nyuszi! Azaz, gyere, nyuszi, nyusz, nyusz, nyusz. Jó, az a gond a gólem is jön. Gyere, nyuszi! Gyere már, de a másik nyuszi ne jöjjön! A másik nyuszi ne jöjjön! Oké, egy nyuszival kevesebb. Mondjuk az idegesít, hogy nem tudom, hol van a másik null. Láttam, hogy jött. Visszament a helyére. Egy. Akkor váltunk. Target lock. Target lock. Köszönöm. Nyuszi. Gyere. Cic, cic, cic. Azaz. Na, akkor nézzük, hogy mi van itt. Ha jól tudom, akkor ott a sarokban is van egy nyuszi. Nyuszi! Gyere, nyuszi! Gyere, gyere! Gyere, gyere! Nem, gyere, ide, ide, gyere, gyere, gyere! Már nem szeretném, hogyha azt a gólemet itt nekem felélesztenéd. Hogy... köszöntem. Jó, ezeket a gólemeket már nem fogom szétütni, most az a 3800 lélek... Ó, faszén fenyőt nyomta! Pusszat! Mindenki látta, hogyan lehet kétféleképpen elintézni. Milyen alternatív megoldások vannak. Jajjaj! Oké. Okay. Lehet, el kéne nyomnom egy emberi képmás. Jaj, ne! Oh, basszony. Szép volt. Támadj. Nem így terveztem. Csak
csak már lőttem a második üzét, amikor észrevettem, hogy, hogy az első ekkorát sebez, úgyhogy... Mindegy. Nem baj, nem baj, nem baj. Legalább kivont. Ó, és megvan a Pharos zárkő. Jó, jó, igen, akkor majd azt is. Azt ne felejtsem el, hogy... ja, ja, jó, jó, elmegyünk majd, megöljük a Burnt Ivory Kinget, azt majd utána. Oké. Okay. Hát egyelőre nem küldöm vissza a liftet, mert lehet, hogy szükség lesz rá. De... ez benyomom. Hát inkább legyek full HP-n. No. Srácok, lányok, ott van három szimpatikus úriember. Ne. Hagyjátok őket békén, jó? Ne, 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 nem kell velük foglalkozni. Az akkor majd mindjárt foglalkozunk. Ezekkel a szimpatikus úriemberekkel foglalkozunk szépen, lassan, egyesével. Azokkal meg majd a legvégén. Na, amúgy érdekesség, ugye látjátok, a hídnak a közepe az ott lyukas, és ha ott szeretnél átugrani, hát az nem fog sikerülni, és szépen le zakózol a mélybe, és meg is dög lesz. De ugye ismerős ott az a túloldali rész, hát mondjuk két részszel ezelőtt ugye már mondtam, hogy mi merre hány méter. Na. Mindjárt megoldjuk a malukat. Ott a híd közepén. Egy ügyes kis törökkel. Egy kis törpéssággal. De előtte... fónyuszik. Jó, hónyuszik megvoltak. Váltunk vissza Darkra. Oké, csak egy jön. Nagyon-nagyon jó. Annyira szimpatikus úriember, hogy csak egyedül jön. Nincs szüksége a haverokra. Cső. Ja, 27 cső. Ja, 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 az annyi elég lesz, igen. Nem, nem, itt nekem nem fogsz ugrálni. Ez gyönyörű volt. Ez is gyönyörű volt. Inkább leszek full HP-n. Tehát inkább full HP-n leszek. Sose lehet tudni, mikor fogom elcseszni. Jó, 21 gömb. Itt lesz azt hiszem megint egy nyuszi. Pontosan, ott van. Ki a nyuszi? Viszlát nyuszi. Tudom, hogy itt van a tárgy, tudom. Tisztában vagyok vele, de ott is van egy probléma. Jó lenne, hogy nem védekeznél. Jó lenne, hogyha nem ugranék bele a falba. Köszönöm. Hogy méltóztattál meg dögleni? No. Szőlőbalzsam. És micsoda szép táj van itt előttünk. Nem tudom miért, de engem amúgy Anor Londóra emlékeztet. Na mindegy. De csak egy PC-t. Na, ja igen, az utolsó lovag. Akkor megvan, és akkor négy darab lovag segítőm lesz a Burnt Ivory Kingnél. Üdvözöllek, dicső lovag, szép a ruhát, hol a lovad? Illium Lois lovak keresi a káoszt. Na, és akkor srácok, lányok, oldjuk meg a problémákat a híddal. Javítsuk meg.
szerintem ennél fölösleges foglalkozni a úri emberekkel ott. Na, és akkor haladjunk, mert ott van három darab tárgy, még közül az egyik egy bot. Egy varázslós bot. Ó, és eldobott itt valamit az úri emberünk. Nézzük, nézzük, nézzük. Ó, hervad, szürke növény. Király. És akkor srácok, lányok. Ki van pucolva az egész DLC, és akkor már csak tényleg a ragyogó életkő, megrepett vörös szemgömb, az álbotja. És akkor tényleg már csak az a izé maradt hátra, a Pharos zárkövés történet. Az álbotja. Jelentsen ez bármit. Mamanácson, tön-tön-tön-tön-tön, az álbotja. Na! Iszonyatosan jó volt amúgy, látjátok? 35-es intelligencia, 18-as hit kell hozzá, és mind a mágia, mind a dark S-sel skálázódik rajta. Úgyhogy ez egy nagyon jó hibrid bot. Na. Azalnak a forozai bölcsnek botja. Elég durván van megmunkálva, de Azal mágiájával van átitatva. Nagyban felerősíti a varázslatokat, de drasztikusan csökkenti a használatuk számát. Ez a bot nem való tapasztalatlanoknak, ami egyértelmű bizonyíték a bölcs Azal bátorságának. Tehát igen, van egy ilyen hátránya is, hogy kevesebbszer varázsolhat az ember, viszont hogyha jól kombinálod mondjuk egy déli rituális szallag plusz egyel, ami meg ugye azt csinálja, hogy több varázslatot Ja, tehát az északi rituális szallaggal esetleg kombinálhatod úgy, hogy többször varázsolhatsz, de hogyha használod ugye azt a botot, akkor ugye kevesebb varázsolhatsz, úgyhogy a kettő ugye kiüti egymást. Viszont kevesebb lesz ugye az életerőd, mert ugye ennek a gyűrűnek még van egy ilyen hátránya is. Na. Én meg majd megtanulok egyszer beszélni. Na, hát akkor nincs más hátra. Hát akkor térjünk vissza a legutóbbi mágiához, visszamegyünk Majulába, mert 44 ezer lélekből én szerintem tudok szintet lépni. Sőt, szerintem biztos. És akkor 60-as lesz a Darkunk, így a játék végére. Vagy hát így a DLC végére. Na, szintlépés. Na, Isten királyság. Köszönöm. Hát, igen. Tehát most fel kell készülni, mert na most föl kell kötni a gatyát, az biztos. Jó, az a 200 lélek az nem számít. Azt akkor hajrá. De nem lesz ez egyszerű. Főleg úgy, hogy egyedül szeretném megölni. Úgy meg pláne. No. Ez kell. Meg ez is kell. Meg ez is. Aztán igazából megvagyunk, tehát talán több varázslatra nincs is szük, de, várjál. Basszus, rossz gombot nyomok. Ezeket szedjük ki, mert itt még van egy bónusz, ez azért, ezt azért mindenképpen elviszett. Tehát mindenképpen gyors varázslat kell. Illetve egy-két nagy ágyú. Az egy-két nagy ágyú az azért, mert lesz egy-kettő olyan mozdulata, aminél lesz időm elnyomni ezeket. Jó, 108 darab nagy léleknyíl, az bőven elegendő lesz, én szerintem. És hogy biztosan ne csesszem el a dolgokat. A kőgyűrű az marad. Tehát ez az egyetlen olyan fajta, amiben a kőgyűrűt bent hagyom, mert nagyon-nagyon hasznos. És akkor ezt betesszük. Nem.
kell a HP, kell az életerő, úgyhogy inkább a harmadik sárkány gyűrű. Tehát kell egy pici életerő. 1026, igen, az kell lenni fog. Sajnos vagy nem sajnos, de kell lenni fog, igen. Na, és akkor srácok, lányok, akkor... tehát induljunk neki, én nem ígérek semmit, tehát valószínűleg nem fog elsőre menni. De legalább látni fogjátok mondjuk az első fázis. Na, itt van négy lovagunk, akikre iszonyatosan nagy szükségem van. De tényleg. Tehát három lovaggal el lehet, tehát kettő lovaggal semmiképp ne. Tehát azt felejtsétek el. Mert három kapu van. Úgyhogy három lovag minimum. Oké. Okay. És ez az első fázis. Jézusom, mit csinálsz, te nagyon hülye? Ajaj. Na, most jön akkor a futkosós része a dolognak. Nem. Első fázisban spórolunk a Z-vel, a Vestusszal. Jönnek is. Jó, az egyik lovag ugye feláldozta magát és befagyasztotta az egyik kaput, ami egyben jó is, tehát van előnye, de sajnos még van hátránya is, ugye, hogy most már csak kettő darab segítőn van. Jó, befagyasztja a következő is. Maradt akkor két lovag, nem, három lovagom van, nem, most maradt akkor két lovagom, az előző meg ugye három volt. Hát ez az első fázis gyakorlatilag nekem itt a túlélésről szól. Hogy minél kevesebb életerőt veszítsek. Én próbálom őket agrózni azzal, hogy futkarászok jobbra-balra körben, meg ugye lövöldözöm őket, amíg a másik két lovagom megpróbálja őket elintézni. Majdnem meghat. Majdnem én is. Hogy lehetek ennyire rohadt lassú? És nem hal bele. De már csak jól láttam, akkor négyen vannak. Jó, már csak hárman vannak. Hát viszonylag jól állunk. Ezt hogy találtál? Gyerünk lovag, gyerünk. Kaparjuk őket. Jó, azaz. Na végre leagrózta őket. Nagy drága lovagom.
Nem sok életerőd maradt sajnos. És akkor jön a boss. Na. Mondjuk az biztos, hogy a bevonulója az iszonyatosan epic. Az nagyon hatásos. Na, jelénk, jó? Oda figyeljél. Mert ott jön. Légy szíves! Köszönöm, lovag! Bassz meg! Jó, hát srácok, lányok, láttátok a fightot, láttátok, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy röviden, tömören valami hasonlót. Úgyhogy... Következő a történés. Emberi kép más, az mindenképp kell. És az, hogy most mennyi lélek van ott, az nem számít. Tehát ezen a szinten most már oly mindegy. Na, tehát a következő lesz a történés, srácok, lányok. Én ezt akkor próbálgatom, még egy párszor. Aztán, hogyha úgy érzem, hogy nem megy, akkor átváltok Darkra. Ha meg úgy érzem, hogy nagyon-nagyon nem megy, akkor meg jön az utolsó mencsváram. De akkor nézzük, és akkor most tényleg csöndben maradok, és koncentrálok, jó?
Na! Jaj, banyek! Jaj! Na, hát ez... Kicsit. Egy kicsit hosszú volt. Talán negyedik, ötödik, hatodik próba volt ez, úgyhogy arra sikerült. Hát közben össze lett farmolva 200 ezer lélek. Úgyhogy Isten királyság, de a lényeg, hogy megvan a csontos királynak a koponyája. És hogy ne kelljen hazatérő csontot, egy halvány melegség érződik az ősi koronából. Tehát, hogy ne kelljen amúgy hazateleportálni hazatérő csonttal, illetve hasonló dolgokkal, ezért akkor ott azt megérintjük, és akkor haza is tudunk menni. Amúgy akkor most nézzük meg ezt a helyet. Hát ez eléggé káosz, meg tűz, meg minden. Dark Souls 1, Izalit. Izaliti boszorkányok esetleg, azért, mert ugye a tűzből, a káoszból, illetve ezekből a fás gyökerekből gondolok én arra. Na de mindegy, lényeg a lényeg, hogy akkor ez most megvan. Úgyhogy mi most innen kimegyünk. És beszélgetünk a sötétségnek a gyermekével. Ezt megkérdezzük, hogy na mi a helyzet. Amúgy iszonyatosan sokszor hibáztam, tehát valami irgalmatlan sokszor. Na, gyakorlatilag most már bebizonyosodott, és tényleg az utolsó töredék mondja el, hogy valójában ugye miről is van szó, tehát valóban Manus a Dark Souls 1 DLC-ben az Abyss, tehát az ürességnek az atya, aki ugye meghalt, és négy felé szakadt a lelke, hát ő ugye az egyik úton, ugye Nashandra, aztán ugye a többiek, úgy hasonló. Na. Szerintem már nem mond semmi többet. Gyakorlatilag ezek a fekete lovagok, most, ugye most... Tehát most tudatosul bennünk, hogy miről is beszél. Tehát ezekről a káosz lovagokról, akik ott voltak lent feketébe. Ugye folyamatosan jöttek a kapun keresztül. Na, hát akkor srácok, lányok! Mondhatni végeztünk. Úgyhogy visszamegyek Majulába. Elköltöm ezt a 200 ezer lelket. Mert szerintem megérdemlem. Na, és akkor gyakorlatilag, ha úgy nézzük, akkor vége a DLC-knek. Mindenkit legyőztünk.
majdnem mindent összeszedtünk, vannak hiányosságaim, tudom. Hát most mire rakjak? Rakjunk erre. A kamaszkodó képességre. Hát, hogyha lesz 112-es mozgékonyságunk. Vagy rakjak hangolásra. És akkor nagyobb a szavarázási sebességem. 54-esen. Kapok plusz egyet. Legyen, jó. Most már igazából oly mindegy, tehát... Most már mindegy, de tartom magamat ugye a Glass Cannonhoz, tehát HP-ra, meg minden másra nem rakunk. Tehát csak intelligencia, hangolás, alkalmazkodó képesség, hit. De ugye most már meg vagyunk, tele vagyunk. Igen. Ugye ne felejtsem el, hogy kiadtunk egyetlen egy dolgot, ugye Pharos zárkövét, amit... Most gondolkodok, hol lehetne legjobban megközelíteni. De szerintem innen. Úgyhogy aki kíváncsi erre, az még akkor még maradjon velem egy picit. Úgyhogy gyakorlatilag, meg ugye közben azért mesélek, hogy na, most... szórakozni itt. Jöjjenek a dark dolgok. Ja, és botot, a botot vissza kéne rakni. A darkos botomat. Na, úgyhogy srácok, lányok, igazából befejeztük a összes DLC-t, és igazából egy összefoglalva, hát mit mondhatnék? Tehát a második DLC a Brumtorony volt az, ami hát egy kicsit netes volt. Az első DLC-vel igazából nem lett volna gond, csak valamiért... nem tudom, kura. Ha megszakítalak, akkor hogy itt szól? Magyarázz már el nekem. Tehát az első DLC-vel igazából nem volt semmi gond, csak valamiért ott a... Ott a sárkánynál is, meg mindennél, és nem tudom, szerintem rossz napot fogtam ki, aztán azért nem mentek a dolgok. Gondolom én, aztán nem tudom, mindegy. Tehát ott igazából semmi nem volt. Második DLC-nél igazából ott kezdődtek problémák, mondjuk az, hogy a Fume Knight-ot elsőre sikerült lecsapni, az... nem szeretnék között dolgozni. Tehát a Fume Knight-ot elsőre sikerült lecsapni, arra azért büszke vagyok, tehát az nem várt fordulat volt számomra. Nem néztem volna ki magamból. Támadjál már. És itt a harmadik DLC is igazából nem volt annyira vészes, mert a cicákat azokat elintéztük, tehát azok nem voltak vészesek. Jó, mondjuk az első cica egy kicsit sokáig tartott, de mondjuk azt is elsőre sikerült volna, hogyha nem cseszem el, tehát jó botot fogok a kezembe, pedig a szarbotot. Tehát nem kezdem el a darkos botommal lőni a rendes varázslataimat, akkor mondjuk szép sebzéseket ki tudtam volna osztani, és akkor előbb meghal, és akkor nem hallok meg a legvégén. Akkor nem esek ki a ritmusból. Hát a második cicás havas résznél ugye is sikerült megoldani a dolgokat, mert igazából megmutattam, hogy hogyan lehet megcsinálni úgy, hogy... Tehát varázslóként igazából annyi, hogy a kameleont kell alkalmazni, és ugye hívni kell ugye a haverokat, hogy leagrózzák a Rudolfokat. Ja, ugye ezt ütni kéne. Ugye a rénszarvasokat, aztán akkor simán át lehet ott futni. Hogyha tartod a ritmust. A cicák azok annyira nem vészesek, csak tényleg ugye oda kellett figyelni, és akkor itt van a durvónak a kalapja. Hát igazából itt a Burn Ivory Kingnél volt, tehát van egy ilyen kis probléma, igen, hogyha... Tehát Glass Cannon Sorcerer-ként érdemes valahogy úgy csinálni az első fázist, hogy az egyik lovagod úgy azért sok HP-val túlélje, és akkor ketten le tudjátok zavarni a HP-ját úgy fél HP-ig, aztán amikor meghal a lovagod, akkor meg egyedül, tehát már le tudod hozni az egészet. Igen, messzebbre lődnek az íjak. Durgó kalapja, a kékszemű durgó által kedvelt monoklis kalap, megdöveli
egy élvesző hatótávolságát. A hős Durgó, aki kiváló íjász volt, a sógorával együtt védelmezték az otthonukat a támadókkal szemben. A Lanafiri elszigetelődési politika ellenére Durgó a tartományon kívül is ismerté vált. Na, akkor srácok, lányok, ennyi. Visszamegyünk a mágiához. Részemről ez a DLC akkor befejezett. Ez akkor így kész van. És akkor a következő részben jön az utolsó, tehát még lesz egy utolsó rész, igen, mert ugye a Vendrick életben van, Nashandra életben van, illetve ugye a Throne Butchers, illetve a Throne Defender is életben van, és még ugye Aldia is életben van, úgyhogy a következő részben ismételten 4 boss fogunk együtt elintézni. Ezer élet kellene, mindegy. Tehát 4 boss fogunk a következő részben elintézni, illetve hogyha megtalálom a hiányosságaimat, hogy mit hagytam ki, akkor azokat ugye pótoljuk. Aztán akkor röviden tömören ennyi. Na, akkor én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Igen, igen, még nem köszönjük a figyelmet. Igen, egy valakit elfelejtettünk. A Csontos Királynak a lelkét. Egy óriási lélek amúgy. Ilium Lois Csontos Királyának lelke. A büszke Csontos Király mindig is kegyes volt, és nagy földjének védelmére szentelte magát, míg egy napon el nem nyelték őt a káosz lángjai. Ezen nagy király csodálatos lelkének, igen, tehát sok lelke tehetünk szert, vagy valami nagyon értékeset készítettünk belőle. Na. Hát akkor, na, akkor most köszönök el, és akkor srácok, lányok, köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolyó voltam, legyetek jók, vigyatok sok vizet, vízezzetek magatokra és egymásra, és nem sokára érkezik majd akkor az utolsó rész, amiben befejezzük ismételten a játékot, és egy másik fajta befejezést fogunk választani, mint az alapjátéknál. No. Szolyó voltam, sziasztok!